Már bajnokként lépett pályára az utolsó előtti fordulóban a Spari, és bajnokhoz méltóan le is győzte a Csákvárt Balmazújvárosi búcsúmeccsén. A találkozó után a nyíregyházi Kossuth téren várták a szurkolók a csapatot, ahol elkezdődött a bajnokavatú ceremónia. Tímár Krisztián vezetőedző szerint a sok munka és a kialakult jó közösség volt a siker záloga. Szerintem a siker titka az abszolút a két dologba, a munkába. Rengeteget dolgoztak ezek a srácok elejétől kezdve, nagyon sokat edzettünk azért, hogy ez a siker megvalósuljon, és az a csapat egység, az a kohézió, hogy tényleg hittünk egymásból elejétől kezdve, tényleg nem a körülményekkel, nem a kifogásokkal foglalkoztunk, hanem tényleg lépésről lépésre haladtunk, és a kemény munka meghozta a sikerét, és látszik, hogy ez lett a végeredmény, hogy igazából hazai pályán veretlenül, összességében csak 3 vereséggel lehoztuk ezt a bajnokságot, és tényleg újra NB1-es lett a Spari. A klub elnöke és tulajdonosa Révész Bálint reményei szerint az élvonalban is sikeresen szerepel majd a csapat. Nehezen találok szavakat. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien kijöttetek. Én annyit tudok ígérni, hogy ugyanolyan kitartással folytatom tovább a futballt, és megteszek mindent, ahogy a polgármester úr mondta, hogy menjünk előre, és próbálunk mindent megtenni, hogy Nyíregyházán még jobban szeressék meg a focit. Legyen sokszor teltház, legyen mindennek boldogság, úgyhogy nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm a csapatnak, a futballistáknak, a szakmai stábnak, a Fekete Tivadarnak, a vezetőedzőnek, Tímár Krisztiánnak. Nagyon szépen köszönöm Dankor Gergőnek, természetesen a önkormányzatnak. A 33. forduló további eredményei a következők: Siófok Kozár Misleny 0-3, Tiszakécske BVSC Zugló 1-1, Budapest Honvéd Gyirmót 2-2, Szombathely Ajka 1-3, Soroksár Kazincz Barcika 3-1, Budafok Pécs 2-0, Szeged Mosonmagyaróvár 3-2 és Eto FC Győr Vasas 3-2. A tabella élén a Nyíregyháza áll 76 ponttal, megelőzve a 66 pontos Győrt és a 64 pontos Vasast. A Spari a zárófordulóban az 5. Kozár Misleny otthonában lép pályára.